szabadtéri játékok, csoportjátékok, asztali tenisz és asztali foci. Ez várja a gyerekeket a Rókatanyán az Ismerjük meg szomszédainkat elnevezésű programban. Emellett a táborban kézműves foglalkozásokon és sportvetélkedőkön is részt vesznek. Jelenleg a negyedik csoport vendégeskedik a Lutasító partján. A Szabadka környéki és Szeged környéki csoportok kétszer találkozhatnak egymással. Egyik hétvégéjüket Ásotthalmon, a másikat pedig a Rókatanyán töltik. Szerintem jól tudunk majd barátkozni, mert én sokat szoktam barátkozni. Barátokat, akkor játszás, meg minden. A csoportok Vajdaságban a két nap alatt ellátogatnak Szabadkára, megtekinthetik a Városi Múzeumot és a Palicsi Állatkertet is. Magyarországon a Szegedi Vadasparkkal, Szeged belvárosával és Ópusztaszerrel ismerkedhetnek meg. Voltunk Ópusztaszeren, nagyon gyönyörű az a hely. Sok játékot játszottunk, csináltunk mézes kalácsot, meg íjászkodtunk. A projekt idén januárban kezdődött, azóta a tanyát új ágyakkal, székekkel, csónakokkal és kerékpárokkal látták el. Mi vagyunk a főpályázók, nem egy egyszerű projektum, ez összértéke 100 000 euró, de a partnerünk a Gyerekmosoly Alapítvány, amely neked az első projektum. Szeptemberben és októberben újabb csoportokat látnak vendégül. A 12 kétnapos tábor ideje alatt több mint 400 gyereket mozgatnak meg.